vendéglátásnak indult ez az egész vállalkozás. Magunknak vásároltuk meg ezt a kis házat, nagyon beleszerettünk, és barátok mondták, hogy ez annyira gyönyörű, hogy miért nem engedünk ide más embereket, miért nem osztjuk meg ezt többekkel is, és így kezdtük, hogy jó, hát akkor néhány vendég havonta, nagyon jó lesz, és hála Istennek annyira tetszik mindenkinek, és úgy szeretik, hogy nem nagyon kell hirdetnünk, és úgy is érkeznek vendégek. Minket választanak általában az, hogy közel van a városokhoz, könnyen elérhetőek vagyunk. Próbáljuk tartani a régi stílust, ötvözni a modern kor elvárásaival. Tehát régi bútorokat szereztünk be a házba. Próbáltunk olyan edényeket, olyan felszereléseket beszerezni, amik nagymamánk korát idézik. Viszont megtalálhatók a modern kor igényeit kielégítő felszerelések is, tehát mondjuk egy mikró vagy egy mosogatógép. Sikerült pályázattal nyernünk egy pénzösszeget, amiből vásárolhatunk egy dézsafürdőt és egy finn szaunát, amit szintén nagyon szeretnek a vendégeink. Sokan jönnek kikapcsolódni is, akár Budapestről vagy messzebbről. Nyolc főt tudunk fogadni. Ami miatt csináljuk még mindig, és nagyon lelkesen, azok a vendégvisszajelzések, amik minden esetben nagyon pozitívak. Nagyon szeretik a kis házat, az udvart, a dézsafürdőt, és tényleg mindenki úgy megy haza, hogy feltöltődve, és mondják, hogy egy olyan szellemisége van a háznak, olyan megnyugtató, hogy teljesen ki tudnak kapcsolni, és el is felejtik egy pár napra a külvilágot.